Vendégünk a stúdióban dr. Szécsi Anna, a Hajdonános Református Nőszövetség elnöke, akivel abból az alkalomból ültünk le és beszélgettünk, idézzünk fel múltat, jelent, és azt gondolom, egy picit is jövőt vetíthetünk előre, hogy hogyan is jött létre egyáltalán a Magyarországi Református Nőszövetség, aztán ezen belül természetesen a hajdonánási a múltban, és majd a 90-es években pedig az újjászerveződés. Kedves elnök asszony, nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntöm, és akkor kezdjük is mindjárt azzal, hogy a Magyarországi Református Nőszövetség milyen múltra tekint vissza? Tehát a szervezet formája gondolom, hogy nem túl hosszú, de gyakorlatilag a gyökerei azok szinte a kezdetekre visszanyúlnak. Köszönöm a meghívást. Hát nagyon messze kell visszanyúlni a nőszövetség történetében, mert nők mindig is szolgáltak a gyülekezetekben, a református egyházban, de amikor nagyon nagy szükség volt rájuk, az éppen egy nagy töréspont volt a történelmünkben, Trianon. És ekkor Erdélyből indult el tulajdonképpen a Magyar Nőszövetség megalakulása, amikor az ottani püspök Nagy Károly volt az, aki felhívta az egyik diakonisszát, hogy menjen és keresse meg az asszonyokat, mert kiürültek a templomok, megszűnt a vérkeringése az egyháznak és egyáltalán az életünknek, a férfiak apátiába estek, és cselekedni kell, és gyűjtse össze az asszonyokat, aztán a férfiakat hozzák, a férjeiket, és így alakították meg ott a Református Nőszövetséget, és ez úgy indult el. Aztán a határainkon belül pedig 1943-ban alakult meg, amikor Ravasz László püspök megkérte Zsindelyné Tüdős Klárát, hogy alakítsák meg, és áthívta Pilder Máriát Magyarországra, és ketten voltak a nőszövetség alapítói. És akkor elindult egy ilyen női munka, ez egy másik töréspont volt a történelmünkben, hiszen a világháborúk zajlottak, illetve annak a negatív hatásait kellett kezelni, és akkor az ő feladatuk, ők azt tűzték ki feladatul, hogy segítik az árvákat, segítik a rászorulókat, és ezt a tevékenységet fogják folytatni, amellett, hogy a lelki munkát is el kellett indítani, hiszen nagy szükségük volt rá az embereknek. Ez a lelki munka, azt gondolom, hogy egy-egy ilyen nagyon szörnyű, nehéz időszakban, tehát háború után azért az emberek óriási kataklizmán estek keresztül, tehát egyrészt a maga az a sok-sok véráldozat, ami érte a családokat, tehát valahol egy nagyon erős lelki támaszt is kerestek az emberek, és akkor talán így most nem azt mondom, hogy könnyebb volt, de nagyon sok ember csatlakozott ehhez a mozgalomhoz. Igen, ez így van, ehhez biztos, hogy ez is hozzájárult, és az is, hogy akkor ám bár megszüntették az egyházi iskolákat, intézményeket, de ugyanakkor még volt lehetőség az egyházon belül ilyen szervezetten folytatni a missziós tevékenységet, és ennek része volt a Református Nőszövetség is, és akkor az akkori elnök és társa, Pilder Mária és Zsindelyné Tüdős Klára ezt országosan kiterjesztette, és járták az országot gyakorlatilag, és mindenütt megalakultak ilyen női szervezetek, bibliakörök, de ugyanakkor nem csak a lelki segítségnyújtást végezték, vagy az evangélium továbbadását, és bibliaiskolákat szerveztek, tehát nem csak az ilyen jellegű tanítást és a hitnek a, hogy is mondjam, felébresztését akarták elérni és érték el, hanem konkrét segítséget is nyújtottak az embereknek, a lánykörőket, tehát oktatták is őket esetleg gyakorlati ismeretekre és gyakorlati dolgokra, és gyakorlati segítséget is nyújtottak nagyon sok családnak és rászorulóknak,
Itt most akkor kicsit átkapcsolok a Zsindeni Tüdős Klára életére, hogy ő 43-ban az ő istenhegyi otthonukat átadta a református egyháznak, és itt ilyen konferenciákat szerveztek, ilyen bentlakásos tanfolyamokat, néha egy kicsit megpihentetni az embereket, arra is alkalmas volt, akár ilyen üdültetésszerű ott létre, egy kis lélegzetvételre, ami ilyen lelki lélegzetvételt is jelentett, és ugyanakkor oktatást is szerveztek lányoknak, és ez egy nagyon hasznos dolog volt, mind a mellett, hogy Zsindeni Tüdős Klárát tudjuk, hogy ő embermentő, zsidómentő tevékenységéről is ismert a magyar történelemben. Tehát ugye ő az a személyiség, akiről most a közelmúltban éppen egy díjat neveztek el, és hát adományoztak többek közt, például Hajdon Ánáson is megkapta a Síróni Rozetta. No, tehát ugye ez volt ugye az, ahogy említetted a beszélgetésünk előtt, ez volt az ébredés. Igen. Időszaka, ez a háború utáni éve, tehát, és azért, ha most belegondolunk, hogy azért ez egy olyan történelmi korszak volt itt, a 40-es évek vége, 50-es évek eleje, nem volt egyszerű helyzetben, még a református egyház sem. Tehát ilyen körülmények közt is megpróbáltak mindent megtenni. Valószínű, hogy volt is dolguk bőven. Igen, és volt rá elhivatott ember, akik ezeket vállalták, ezeket a szolgálatokat. És nagyon sokan az utóbbi évtizedekig is azokból a erőkből táplálkoztak, merítettek a későbbiekre, amikor ugye jött a 40 év, és valóban a templomba szorult az egyház. Igen, tehát a templom falai közé szorult ez a fajta karitatív tevékenység is. Hajdon Ánásról mit tudunk elmondani, milyen gyökerei voltak itt a nőszövetségnek? Itt a nőszövetségről nem tudok, hogy korábban lett volna, de női munka mindig is volt a gyülekezetben, mindig voltak női bibliaórák, itt is mióta én itt vagyok, hetente voltak kezdetben, és a karitatív tevékenység az pedig mindig jellemző volt rá, és ebben a nők előjártak, adománygyűjtésben, tésztakészítés, annak nagyon nagy hagyománya volt itt a gyülekezetben, erről képek is tanúskodnak. Hát áldott emlékű nagymamák, édesanyák, ezt nagyon sok gyülekezeti tagunk el tudja mondani, hogy az ő nagymamája, édesanyja részt vett ebben, és vitték szeretet otthonba a tésztát, és süteményeket is mindig készítettek, tehát a vendéglátásban is nagy szerepük volt, templomtakarításban, tehát ilyen az ifjúsággal való kapcsolatban is, amíg lehetett az ifjúsághoz könnyebben hozzáférkőzni az idősebbeknek. És tehát így a gyülekezeti életben mindig nagyon fontos szerepe volt a nőknek, a Hajdon Ánáson is. Tehát ez gyakorlatilag a templom falai közde tovább folytatódott egészen az újra szerveződésig. Ez mikor zajlott, tehát biztos vannak itt pontos dátumok, talán 2000, ekkor alakult újra a Magyarországi... A Magyarországi Nőszövetség az 1991-ben alakult újra. A tiszántúli az 1992. november 22-én egészen pontosan akkor alakult meg, és egyre másra jöttek létre a gyülekezetekben a nőszövetségek, illetve tulajdonképpen a gyülekezeti nőszövetségek megalakulása megelőzte a hivatalos megalakulást, amikor ez egyházkerületen, ugye 4 egyházkerület van a határainkon belül, és ez itt sorban megalakultak a kerületi nőszövetségek, amit az országos elnökség fogott össze. Ez a tiszántúli, tehát itt a megyénket
egészen pontosan Hajdon Annás is érintően, ez a Tisztántúli református egyház kerület. No, akkor itt egy picit álljunk meg, mert azt hiszem, hogy abban, hogy te hitedet megvalló, hitben élő ember vagy, és egyben a nőszövetség, most már jó néhány éve ellátod a nőszövetség elnöki tisztét is, és de ott voltál az alapítók között, a Hajdon Annás, ugye ez 2000-ben volt, azért itt egy családi hagyománynak szerepe van, és azért néhány mondat erejéig beszéljünk róla, hiszen kicsit tiltakoztál, hogy nem, de én azért úgy gondolom, hogy érdemes erről beszélni, hiszen édesanyád, Szécsi Emma. Szécsi Andrásné, Szécsi Emma, igen. Óriási munkát végzett a Tiszántúli Református Egyházkerület nőszövetségében. Igen, az Egyházkerület nőszövetségének kezdettől fogva ő lett a titkára. Ezt megelőzte az, hogy valóban ő is részt vett abban a bizonyos időszakban, az ébredési időszakban részt vett az egyházi munkában, és azon túl, hogy lelkészné is lett, édesapám református lelkész, és mindig nagyon szívesen végezte például a gyermekmunkát, amikor mi gyerekek voltunk, akkor is, meg később is hittant is oktatott, és a teológiát is elvégezte, de nem vizsgázott le végül, de ez már későbbi története, és így valóban őtől én sok mindent tanultam és láttam, és hát nagyon hálás is vagyok értük. 2000. december 17-én alakult meg nálunk a nőszövetség, amikor ő és a gyülekezeti lelkészeink, Gatyai Gábor nagytiszteletű úr és Gatyainé Balla Márta nagytiszteletű asszony vezetésével alakult meg nálunk. Édesapám akkor délelőtti istentiszteleten szolgált igehirdetéssel. Tehát ez 2000-ben volt, most ugye éppen most az elmúlt hetekben volt egy jubileumi ünnepség a 20 éves évfordulóról. Hát picit furcsának tűnhet, de hát ugye ennek megvan a maga magyarázata, pont 2020-ban, 2021, tehát a Covid erőteljesen jelen volt itt, nem csak Hajdon Annáson, hanem országszerte, világszerte, tehát nem lehetett akkor egy méltó megemlékezést tartani. Igen. De azt gondolom, hogy ez a mostani, ez igen méltó volt ehhez a 20 éves működéshez. Igen, ez egy egyházmegyei összejövetel, tehát egy regionális esemény volt, regionális nőszövetségi, vagy női találkozó, mert nem kizárólagosan nőszövetségi. Van, amelyik gyülekezetben nincs nőszövetség, és mégis van női munka. Olyan a gyülekezet szerkezete. Hát, mint a kezdetekben is. Igen. Tulajdonképpen nem volt szervezet, de a munka de ugyanakkor egy ilyen találkozó, az mindenkinek szól, és hát így vállaltuk el ezt, és Magyar Lapádról nagytiszteletű Borbándi Erika nagytiszteletű asszony vállalta, hogy elhozza azt az anyagot, amit kaptunk tőle előző évben, amikor ott voltunk a Református Egység napján, illetve hát a templomuknak a felújítását ünnepelték, testvérgyülekezetünk, ugye Magyar Lapád, és elhozta azt a anyagot, amit ő készített, a mi atyánk feldolgozását tulajdonképpen, a mi atyánk ösvényén, egy ilyen imaösvényt jártunk végig a kedves megjelentekkel, illetve a Esperes úr ige hirdetése hangzott még el, és így lett ez egy ilyen. Hát egy ilyen szép jubileumi megemlékezés. A nőszövetség jelmondata, ugye egymás terhét hordozzátok. Mit jelent ez? Valóban ezt az elején kellett volna mondanom, hogy... Sosem késő. És köszönöm, hogy ez a kezdettől fogva, ez a nőszövetség mottója vagy jelmondata, egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be Krisztus törvényét. Ezt Pál írta az egyik levelében, a Galácia beliekhez, és hát az egymás terhe hordozása, ez jelenti azt, hogy aki mellettem van, jelenti azt, hogy a gyülekezetem belül, jelenti azt, hogy a nőszövetségem belül, jelenti azt most már tágabb értelemben, hogy a
szétszakította Magyarországon, tehát a másutt, vagy a határon túli, határon túli nőszövetségek terhét is. És ennek vannak nagyon szép példái. Ugye 2009-ben mondta ki a generális konvent, vagy nem tudom pontosan a hivatalos nevét, hogy egységes a magyarországi, vagyis a magyar református egyház egységét a Kárpát-medencében és a világon. Hogy az összetartozásunkat jelentette ki ez a hivatalos irat, és ezt tulajdonképpen a Nőszövetség megélte, ezt az összetartozást már a kezdetektől fogva, és így az egymás terhehordozása az ebben is megnyilvánul, hogy amikor szükség volt rá, akkor segítettünk Kárpátalján, amikor a délszláv háború pusztításai miatt kellett segíteni, akkor a Nőszövetség szintén megmozdult, és országos gyűjtést szervezett, és átvitték Horvátországba, és egy nagyon szép példája annak a segítésnek, amikor ugyanekkor nagyobb bajban volt az árvíz sújtotta Szatmár Bereg, akkor a horvátországiak rendeztek egy konferenciát, és az összegyűlt adományt, meg még azon túl is gyűjtöttek, átküldték Gulácsra, az árvíz sújtotta területre. Tehát ők már kisebb bajban voltak, és az akkor nagy bajban levőknek átküldték. Tehát ilyesmiben is megnyilvánul a egymás terhehordozása, amellett, hogy van egy közös imanapunk is, ami december 5-ére emlékeztet bennünket arra a bizonyos népszavazásra. 2005 óta van ez, minden év december első vasárnapján, és hát most itt áttértem erre, de ez már egy másik téma is lehet. Hát igen, ez a közös imanap, de mindjárt beszélgetünk arról is, hogy gyakorlatilag milyen olyan alkalmak vannak, amikor a ti saját egyrészt feltöltődésetek, képzésetek folyik, mondjuk így most nagyon egyszerűen megfogalmazva, hiszen mindamellett, hogy karitatív tevékenységet folytattok, van egy ilyen célkitűzés, hogy hídépítés gyülekezeten kívüliekkel. Tehát az éppen nem hitben élők, vagy nem vallásos, vagy csak éppen jó szándékú, tehát elfogadó embereknek valamilyenféle fajta megnyerése, nem tudom, de majd erről beszélsz, hogy tulajdonképpen mi ennek a hídépítésnek a célja? De tulajdonképpen ez lenne a misszió, az igazi misszió, igazi misszió, amire ugye jó példánk Molnár Mária is például, az, hogy ő a külmisszióban lett híres, még híresebb, de ez a hídépítés, azt hiszem, ez a legnehezebb dolog, és ami feltöltődésünket jelenti, hát egyrészt az, hogy havonta találkozunk minden hónap első szerdáján, és akkor azt mindig bibliaórával kezdjük, aztán megbeszéljük a gyakorlati teendőket. A további ilyen alkalom az egyházkerületi alkalmak szoktak lenni, amikor, illetve a gyülekezeti alkalom, maga az Isten tisztelet, ez az alap. Igen. Ez az alap, úgy gondolom, és utána jöhetnek az ilyen nem helyben levő alkalmak. Berekfürdőn, a Megbékélés házában szokott lenni minden évben két konferencia, az egyik kifejezetten bibliaiskola, amikor biblia ismeretet tanulunk, illetve hát találkozunk, és tényleg egy ilyen lelki feltöltődést is jelent, ugyanakkor ismereteinket is gyarapítja. Teológiai professzorok szoktak előadni, illetve hát különböző egyháztörténeti témájú előadások is szoktak lenni, mert fontos, hogy azt is ismerjük. Ez
Ennek is volt hagyománya a Bibliaiskolának, és ez is még visszanyúlik a 40-es évek végére, hogy akkor kifejezetten voltak a református egyházban ilyen bibliaiskolák, kifejezett képzések, alapfokú, középfokú, felsőfokú, de aztán ez is abban maradt a ismert okok miatt. Viszont ahogy megszűntek az egyházi iskolák, és ez nem csak a református iskolákra vonatkozik, hanem minden egyházi iskolára, úgy kimaradt bibliaismeret, és kimaradt nagyon sok ismeretnek a megszerzése, ami akkor természetes volt, és valahogy ezt is pótolni kellett, hiszen nemzedékeknek nem volt arra lehetősége, hogy... Hát ha csak ugye nem konfirmált a gyermek, tehát igen, még a szülői háttér nem volt olyan, hogy fontosnak tartotta, hogy persze, a gyülekezetbe tartozom, és akkor a gyerekek vagy a unokák is vigyék. Persze, hiszen ez a megtartó erő azért megvolt. Ez egy másik. Én arra gondoltam csak, akik igen, teljesen... Persze. Igen, de hát ugye ez ugye, ahogy haladtunk előre az időben, ez egyre szűkebb réteg volt. Tehát igen. Azért nagyon sokan, miután már felnőtt egy-két nemzedék, akkor már ott ez hatványozottabban nem tudott működni, mert már nem igényelték, el voltunk. Úgymond békében éltünk, de most akkor visszatérnek egy picit a háborús helyzetben. Említetted ugye a délszláv háborút, amiről úgy ma már szinte senki nem beszél, pedig ez is egy szörnyű, több évig tartó háborúság volt, pontosan a déli határunk mentén. Most ugye zajlik egy másik szörnyű háború keleti határaink mentén. Jönnek a menekültek. Ebben ti hogy tudtok részt venni, hogy tud a Nőszövetség, a karitatív tevékenység is egyéb más formában megnyilvánulni? Ezt tulajdonképpen országosan szervezik, és abba kapcsolódunk bele. Egyszerűbb volt ez így nekünk, illetve hát volt egy közvetlen kapcsolatunk a Szatmári Egyházmegyével, még amikor kezdődött ez a háború, és oda tudtunk eljuttatni, de azt is az Országos Nőszövetségen keresztül egy nagyobb összeget, pénzbeli segítséget, és egyébként pedig volt természetbeni segítség, természetbeni gyűjtés is, és abban is részt vettünk. Most pillanatnyilag nem kérnek segítséget, illetve Berekfürdőn, amikor volt most a konferencia, átjött a Nőszövetség vezetője is elmondta, hogy pillanatnyilag nem kérnek segítséget, de szólnak, hogy mire van szükségük. És ez a jó, mert akkor célzottan úgy kapnak, amire szükségük van. Volt még egy kedves kezdeményezés, az a reformáció 100. évfordulója kapcsán alakult. Ez a keresztmama program volt, ami a kárpátaljai rászoruló gyerekek segítésére alakult, a Nőszövetség részéről, Magyarországi Nőszövetség részéről, és ezt egy-egy nőszövetség felvállalt, egy gyereket, kettőt, ki mennyit, és egy gyereknek havi 3500 forintnyi támogatást nyújtott a Nőszövetség. Pillanatnyilag most ez is szünetel szinte, ez a keresztmama program, vagy legalábbis más formában valósul meg. És akkor mindig beszámoltak arról, hogy ezek a gyerekek, akik a segítséget kapták, hol tartanak, tehát ezt így kapták, hogy utána visszajelzés is volt, hogy hova került, kik kapták, mire jutottak. Hogy tudják ők ezt ott felhasználni, hiszen itt helyben, ha azt mondjuk, hogy 3500 forint, hát ez egy nagyon csekély összegnek tűnik. De ők ott ebből mi mindent tudtak megvalósítani, vagy mire fordítják? Hogy tudják? Tanulásukra, ruházkodásukra, ilyen konkrét segítségre, táborok szervezésére, hogyha úgy nagyobb összeget tudunk, akkor az táboroknak megvalósítására. Gyerekeket üdültetnek, tanítanak. Tehát akkor bepótol valamilyen szinten, igen, egy nagyobb cél megvalósításába. A helybeni tevékenység, tehát mondjuk egyházközségen belül,
Én tudom, hogy például, amikor a templom felújítása kívülbelül zajlott, ott is nagyon sok munkát végeztetek. 2021-ben, igen, akkor a templom takarításban. Templom takarítás, tehát amikor a felújítás zajlott, igen, az valóban egy nagy munka volt. Azóta is részt vettünk templom takarításba, de az már egy kisebb intenzitású dolog. Aztán sütemények készítésében, abban mindig, arra mindig kapható a nőszövetség, hogyha arra van szükség. Korábban a keresztyénbáloknál mindig igényelték. Igen, tehát egyfajta szolgálatot is igen, teljesítetek. Igen. Aztán a látogatások azok, amik kiemelkedően fontosak. És ez az önkéntes beteglátogatói képzéssel nagyobb lendületet vett, ami 2013-tól indult, és 4 fő végezte el tőlünk ezt a képzést. Ez tulajdonképpen egy ilyen képzés volt a református egyházon belül. Gál Judit kórház lelkész és még sokan mások végezték tőlünk. Síró Jánosné, Veres Sándorné, Vadné Kis Katalin és Horváth Zoltánné mentek el erre a tanfolyamra, és ez a látogatások végzésére tanít, és ők tovább is adták az ismereteiket, mert nem mindegy, hogy megyünk valahova. Tudunk-e meghallgatni valakit, vagy pedig ráerőltetjük a saját gondolatainkat. Tehát ezt is tanulni kell, és megfelelő empátiával végezni. Hát kiemelkedően Rosetta végezte ezt azt hiszem tudjuk sokan, de egyébként mindenki végzett látogatást a nőszövetségben, hiszen mindenkinek vannak idős ismerősei, vagy beteg rokonai ismerősei, akiket látogatott, vagy látogat, vagy egyáltalán csak a egymás terhe hordozásának a megvalósítása zajlik, hogyha csak a szomszéddal. Igen, tehát, hogy azért azt tisztázok, hogy nem csak a betegeket, igen, hanem egyébként igen. Az idősfőként egyedülálló, tehát igen, ezekről igen, az emberekről van inkább többségében szó, és hát hogy tehát ez a képzés pedig kifejezetten a igen, valamilyen betegségben. Vagy hogyan látogassunk egyáltalán, igen, arról is, tehát nem igen, csak a beteg látogatásról. Tehát főként az idősekhez és az idősek bizalmát is megnyerni nem egyszerű dolog. Igen. Hogy zajlott ez a Covid alatt? Hiszen pontosan ez volt az időszak, amikor nagyon nagy szükség lett volna, viszont pont a körülmények meg nem nagyon tették lehetővé. Tudtatok valamilyen átmeneti köztes megoldást találni? Így a látogatások azok nagyjából szüneteltek. Így azért a családokra maradt ez a fajta kapcsolattartás a idősebb családtagokkal. De mi egymás között kellett, hogy egymást terét hordozzuk, most itt erre utalnék, és egymást kerestük fel telefonon, vagy gyakrabban. Tehát inkább így akkor itt a saját kis szeretett közösségünkön belül érvényesült ez az egymást terét hordozzátok. Bőven túl van már ugye a 20 éves évforduló, most éppen majd a 23. következik decemberben. Vannak-e tervek? Tehát évelején szoktatok-e valamilyen tervet készíteni, vagy már megvannak a hagyományos, jól begyakorolt alkalmak, amiket minden évben újból és újból hát elvégeztek, mert ezt felvállaltátok? Vagy pedig vannak esetleg konkrét, valami más feladatmegvalósítás? Készítünk tervet, munkatervet, és mindig készítünk beszámolót az elmúlt évről. Voltak évekig, amiket mi egymás utáni években mindig megvalósítottunk. Ilyenek voltak a csendes napok, amikor a közösségünk el tudott menni valahova, leggyakrabban Óhutára, aztán Tivadarban volt ilyen csendes nap, amit természetesen összekötöttünk kirándulással és a környék megismerésével, vagy a ottani nevezetességek megismerésével és pihenéssel, és nyilván igen tanulmányozással és ilyen lelki elmélyítő alkalmakkal, lelkipásztorok vezetésével, aztán sokszor önállóan is. Aztán voltunk Tiszadobon, még ezt Évike szervezte, Szabóné Martéva szervezte Tiszadobon, az egy nagyon kellemes néhány nap volt,
amit ott töltöttünk, és tehát említettem, voltunk Szilvásváradon, a Mátraházi üdülőben, és Beregtarócon is van egy református üdülő, ott is voltunk egyszer. És a Covid után nem tudtunk ilyesmit megvalósítani, hanem tavaly a Nyíregyházi Múzeumfaluba kirándultunk, és az is nagyon szép, az is nagyon szép volt. Amit kérdeztél, hogy tervezzük meg, tulajdonképpen attól függ, hogy a gyülekezeti életben mire van szükség, és valójában ez a lényege a nőszövetség tevékenységének, hogy segítse a gyülekezeti életet. És tehát nem egy öncélú, és nem egy önmagában levő hát, közösség legyen, hanem hogy a gyülekezeti munkát segítse elő, a lelkészeket segítse, amennyire tudja ebben, és ehhez kell, hogy kapcsolódjon. Korábban, amikor rendezvények voltak, akkor is ezek fontosak voltak. A református egyházközség, tehát beszéltünk itt az elején arról, hogy most már egy egész kiterjedt intézmény hálózattal rendelkezik. Tehát most épül a bölcsöde például, igen. Bővül az óvoda, általános iskola van, középiskola van, idősek otthona van, tehát egy óriási nagy infrastruktúrát igényel, és hát ehhez embereket is. Ehhez ti hogy tudtok kapcsolódni, hiszen gondolom, hogy ezek mind azért feladatot adnak valamilyen formában. Igen. Hát ezek már nagyon nagy mértékben korspecifikus dolgok is lehetnek, és itt inkább a bölcsőde, óvoda, iskolára gondolok. És ami nekünk a fő kapcsolódási pontunk talán az idősekhez volt az elmúlt években, az idősek otthonába. Két alkalommal is előfordult, hogy ellátogattunk, vagy szinte rendszeresen. Volt egyszer a tavaszi szeretethíd és advent. És akkor kis műsorral látogattunk meg, szintén süteményt vittünk mind a két idős otthon részlegbe, és hát most az idén is készülünk már. Eddig a Covid óta ez elmaradt és szünetelt. Volt, amikor műsort is tanultunk be, vagy színdarabot. Ilyen volt egy, a Párnák megszólalnak például, egy ilyen kis népszínmű, szerűség, a másik pedig a Boldog Herceg White-tól. Ott a gondnok úrnak is, meg presbiternek is volt szerepe. Bencs József presbiter testvérünknek is volt szereposztás, úgyhogy ilyenekkel próbálunk, és látogatni az időseket az idős otthonban, és többen végzik. Mert hogy ők is annak ellenére, hogy közösségben vannak, igénylik ezt az egyedi beszélgetéseket? Igen, igen. Vannak, akik kifejezetten várják ott bent is a látogatást. Erre az évre, tehát mondtad, készültök majd most erre a nyári kis programra. Ezen túlmenően, tehát évvégén gondolom, akkor mindig egyfajta kis említetted imanappal, közös imával. Igen. Két imanap van, amit a Országos Nőszövetség révén mindig megkapjuk az anyagát. Az egyik, ennek is hagyománya van már, mégpedig még a század, múlt századra nyúlik vissza. Az ökumenikus világimanap, ez március első péntekén van, és minden évben más ország tulajdonképpen nőszövetségei, vagy női, keresztény női állítják össze a programot, és tulajdonképpen ismertetik az országukat, és ez egyúttal egy ilyen ismeretterjesztés is, és egy liturgiát állítanak össze, és akkor értük, imádkozunk, az ottani nőknek a problémáit megismerjük, ezt erre felkészülünk, és akkor valaki ismerteti közülünk, levetítjük, erre is van lehetőség, és magát a liturgiát pedig azt közösen átéljük. És a Kárpát-medencei imanap, az pedig december első vasárnapján van, ott pedig a 11
magyar egyházkerület van, mert van a 4 kis Magyarországi egyházkerület, és aztán és van Erdély, Királyágó, Mellék, Pácium, Felvidék, Horvátország, Vajdaság, ami a szerbiai keresztény egyház része, most már Szlovénia is bekapcsolódott, és akkor így minden évben másik egyházkerület állítja össze a Kárpát-medencei imanap anyagát. Igen, ez hoztál ide kiadványokat, és gondolom, hogy célzattal, hogy bemutasd, hogy néhány mondat erejéig ezekről szól. És akkor ez egy ilyen vetésforgóban megy tulajdonképpen, hogy Dunántúl, Erdély, Tiszán innen, Horvátország, Tiszántúl, és így tovább az egyházkerületek, és akkor bemutatkoznak az egyházkerületek, itt bemutatják a tulajdonképpen a kultúrájukat is, még a gazdaságról is szó esik, hogy és egyáltalán a gyülekezeteik életét, és akkor van egy liturgia, amit szintén ige hirdetés. Tehát egy Isten tisztelet gyakorlatilag, amivel ez zárul, ez a imanapi alkalom. Tulajdonképpen ez is a kapcsolattartás ez nagyon fontos a többi egyházkerülettel. Tehát egyfajta magyar református egységet és az összetartozásunkat nem csak jelképezi, hanem konkrétan meg is éljük ilyenkor. És van még egy, minden évben az egyházkerület egy konferencián, egyházkerület nőszövetsége egy konferenciát rendez Debrecenben a Nagy Templomban, most június 23-án lesz, már megkaptuk a meghívót, és oda most 100 kárpátaljai asszonytestvért is várnak. Úgyhogy szeretnének átjönni, szeretnének együtt lenni velünk, és mi pedig velük nyilván, és segítjük egymást. Bízom benne, hogy sikerül, mert gyakorlatilag most még a határát járható, sőt, reméljük, hogy az is marad. Sikerül. Kedves Anna, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és további jó munkát, sikeres munkát, hogy éljétek meg tényleg úgy, ahogy elgondoltátok, elterveztétek, és minél szélesebb körben, és sikerüljön ez a hídépítés minél inkább a gyülekezeten kívüliekkel. Köszönöm szépen a lehetőséget, és szeretettel várjuk az érdeklődő asszonytestvéreket a közösségünkbe. Nagyon szépen köszönöm a Molnár Mária Hajdunánesi Református Nőszövetségnek ezt a szép kis összegzést, beszámolót. Köszönöm a lehetőséget.